Jó estét kívánok a kedves nézőknek, szeretettel köszöntöm Önöket advent 4. vasárnapján a Városháza dísztermjéből. Köszöntöm a helyszínen Cserpalkovics András polgármester urat, Spányi Antal megyés püspök urat és Varga Tamás országgyűlési képviselő urat. Az utolsó lángja lobban fel a mai napon, a mai estén a város adventi koszorúján, még néhány nap és elérkezik a karácsony. Az idei más lesz, sokaknak talán magányos is, hiszen a járványhelyzetben biztonságosabb, a szűkebb körben egymásra vigyázva óvatosan ünneplünk. Az okos eszközöknek hála, azért a távolabb élőkkel, az idősebb rokonokkal is találkozhatunk az ünnepen, elmondhatjuk nekik, hogy mennyire hiányoznak, és hogy gondolunk rájuk, nagyon szeretjük őket. Az adventi időszakban is így tettük ezt itt a városban, a naponta kinyíló, a város közösségi oldalán látható adventi naptár ablakaiban megszólaló zenés, verses, mesés produkciókkal, a fehérvári programszervező közösségi oldalán pedig a korábbi években rögzített karácsonyi műsorok felvételének a közreadásával. És persze élőben is találkoztunk, óvatosan, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sokan sétáltak végig legalább egyszer a gyönyörűen feldíszített, kivilágított belvárosban. Az Icsi-ligetben a közös karácsonyfákon szaporodó díszek mutatják, hogy itt a városban is gondolunk egymásra, szenteste napjáig még mindenki felteti egyébként saját díszét ezekre a fákra. A negyedik adventi gyertya meggyújtása előtt kérem hallgassunk meg Hámori Zsófiát, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar fuvola művészét, aki Johann Sebastian Bach A-moll partitájának harmadik tételét adja elő.
Köszönjük szépen Hámori Zsófiának, most pedig megkérném Varga Tamás országgyűlési képviselő urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelettel köszöntöm a székesfehérváriakat advent negyedik vasárnapján, és kérem engedjék meg, hogy Pilinszky János egy gyönyörű szép gondolatát idézzem meg önöknek. A karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. Az a kisgyermek, aki a hóesésre vár, jól várakozik, hiszen már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. És az, aki hazakészül karácsonyra, már a készülődésében otthon van. Nem sokára meggyújtjuk a negyedik gyertyát Székesfehérvár adventi koszorúján, a bűnbánat és a szeretet gyertyáját. Bűnbánattal lelkünkben várakozunk a kis Jézus megszületésére, és szeretettel szívünkben várjuk a Szentestét, a szeretet ünnepét. Az idei karácsonyt szűk családi körben fogjuk eltölteni, de azzal a reménnyel a szívünkben, hogy hosszú-hosszú várakozás után, és jelképesen karácsony másnapján megérkezhet hozzánk az az oltóanyag, amely majd a jövő esztendőt boldogabbá és egészségben gazdaggá teszi. Várakozzunk békességben, kívánok boldog karácsonyt önöknek, mindannyiuknak. Varga Tamás országgyűlési képviselő úrnak köszönjük szépen ünnepi gondolatait, a folytatásban pedig hallgassuk meg Spányi Antal megyés püspök úr gondolatait. Szeretettel köszöntöm Székesfehérvár kedves polgárait, annak az útnak a vége felé, amelynek állomásaként ma meggyújtjuk az adventi koszorunkon az utolsó, a negyedik gyertyát. Ez a gyertya jelzi, hogy közel van a beteljesedés. Amire vártunk, kicsik és nagyok egyaránt, az ünnep már itt van az ajtónkban, itt van a küszöbön. Tudjuk jól, ez az ünnep más lesz. Lesz karácsonyfa, és szépen föl lesz díszítve. Lesznek finom falatok, és együtt lesz a szűk család. De hiányozni fog mindannyiunknak az a közös családi öröm, az együttlét boldogsága, amely annyira hozzátartozik karácsony megünnepléséhez. De így ez a karácsony talán közelebb visz bennünket az elsőhöz, a Betlehemhez, ahol a Szent Család, Mária és József ketten a sötétbe, a barlangistálóba várták az eljövendőt, várták a gyermeket, és oda érkezett, ott ölelhette magához Mária, és őrizhette álmukat Szent József. Ott fogadták a pásztorokat, a három királyokat, ott ünnepelték, hogy beteljesedett az ígéret. Nekünk ebben az esztendőben beteljesedik az ígéret, de másképpen. Hogy ezt hogyan tudjuk megélni, elsősorban kinek-kinek, saját magának, a saját lelkületének az alakításával és formálásával, gondolatainak a jó irányba való terelésével tudja ezt megtenni. Mert kesereghetünk, és elrontatjuk egymás örömét. Mérgelődhetünk, és tönkretehetjük a magunk ünnepét is. De mindezt megélhetjük békében, bízva és remélve egy következő karácsonyba, egy szebbe, egy jobba, egy karácsonyba, melyben majd ismét ölelhetjük magunkat. Ölelhetjük mindazokat, akik hozzánk tartoznak, akik a mi családunknak a tagjai. Adja az Úr nekünk, hogy így ez az esztendő karácsonya is a legszebb estéje legyen, igazán békességes, örömteli, legyen boldog, és mindannyian találjuk meg, hogy ilyen körülmények között is hogyan tudjuk igazán megmutatni, kifejezni minden szerettünk felé azt, hogy szeretjük, hogy hiányoznak, hogy gondolunk rájuk, és hogy gondunk is van rájuk. Adja az Úr, hogy legyen így áldott, kegyelemteljes, boldog karácsonyunk mindnyájunknak.
Püspök úrnak köszönjük szépen, most pedig felkérném dr. Cserpalkovics András polgármester urat, hogy mondja el köszöntő szavait. Tisztelt püspök úr, tisztelt képviselő úr, kedves hölgyeim és uraim! Innen a Városháza dísztermében köszöntöm önöket nagy tisztelettel. Kicsit másként és máshogy, mint megszoktuk, de az adventi koszorún most mégiscsak meggyújtjuk azt a negyedik gyertyát. Nehéz esztendő ez a 2020-as év, de mégis eljutottunk adventig. Nehéz esztendő ez a 2020-as év, mégis eljutunk karácsonyig. Van tehát miből erőt merítenünk. Tóth Tamás atyától hallottam Rengel szentbeszédében, hogy beszélt a miértekről és a hogyanokról, hogy a miérteknek sokszor nincs értelme, a hogyanoknak viszont annál inkább van, vagy lenne. És azt hiszem, hogy talán erre a helyzetre ez nagyon jó odapasszol és csatolható. Miért? Mert van-e értelme arról beszélni, hogy miért ilyen kicsit csendesebb volt az advent, vagy miért ilyen csendesebb lesz a karácsony? Azt hiszem, nincs. A hogyanokról viszont van értelme beszélni. Hogyan készültünk, hogyan várakoztunk, hogyan telt az adventi időszak, hogyan telik még az a néhány nap adventből, ami karácsonyig elválaszt bennünket. És utána pedig van értelme arról beszélni, hogy hogyan tudjuk szeretetteljessé, bensőségesebbé tenni az idei karácsonyt. Igen, kicsit másként, mint szoktuk, de mégis tud ez szeretetteljes lenni, és tud bensőséges, igazán békés és nyugodt lenni az otthonokban. Az adventben én azt láttam, hogy rengeteg ember szerencsére, sok-sok fehérvári kereste a hogyanokra a választ, hogy hogyan tud felkészülni csendesen. Azt láttam, hogy ugyanúgy jöttek az emberek és sétáltak egyet a belvárosban. Ugyanúgy hozták a gyermeket, hozták az unokát. A kicsi piciken pedig azt láttuk, hogy ugyanúgy várakoznak, ugyanúgy készülnek, ugyanolyan izgatottak, ugyanúgy állják és nézik a kis vonatot körbe, ugyanúgy csodálkoznak rá a karácsonyfára, a különböző fényekre. És azokra a dolgokra, amik bár külsőségek, de talán most a belsőt is jobban meg tudták szólítani, mint egyéb normál keretek és körülmények között. Ez az adventi időszak tehát igenis a hogyanokra adott választ, és remélem, hogy sok ember tudott felkészíteni, hogy a hogyanra, hogyan ünnepeljük az idei karácsonyt tudjon jó választ adni, szép választ adni, szeretet teljes választ adni. És ha így lesz, akkor békesség és nyugalom költözik az otthonokba. Én azt kívánom, hogy most, amikor meggyújtjuk ezt a negyedik gyertyát, és elkezdjük a karácsony előtti utolsó néhány nap visszaszámlálását, ott legyen ez a várakozás, ott legyen ez az izgalom, az elcsöndesedés, és mellette pedig a vágyakozás a szeretet ünnepére, és arra, amit ez nekünk jelent. Ebből aztán merítsünk erőt az év utolsó napjaira, és majd pedig a következő esztendőre. Áldott, békés karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek. Most pedig arra kérem püspök urat és képviselő urat, hogy közösen gyújtsuk meg ezt a bizonyos negyedik gyertyát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Kedves nézőink, köszönjük önöknek, hogy velünk voltak mind a négy héten keresztül itt a Városháza dísztermében mind a négy adventi gyertya meggyújtásán. Ha tehetik, akkor még jöjjenek be a belvárosba, mutassák meg a kicsiknek a sokszor emlegetett vonatot, nézzék meg a csodálatos belvárosi fényeket. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog, békés és áldott karácsonyt kívánunk, viszontlátásra!